37-es, a Smaltrak és a Zserbó. Idén ez a három zenekar csatlakozott a közel egy évtizedes hagyományhoz, miszerint a Zemplén Gazdátlan Állataiért Alapítvány által ellátott kutyák számára szerveznek jótékonysági koncertet Sátor-Rejújhegyi város főterén. Az állatmenhelyen közel 70 ebről gondoskodik az alapítvány. Az ő ellátásuk nem egyszerű. Ráadásul újabbak befogadására a férőhely is szűkös, mondta híradónknak Szilágyi Lászlóné, a menhely vezetője. Éppen ezért örülnek, ha bármilyen segítséget kapnak. A Kossuth Lajos Művöldési Központ hivatásának tekinti azt is, hogy közösségi és jótékonysági ügyekben szerepet vállaljon. Én azt gondolom, hogy a Zemplén Gazdátlan Állataiért Alapítványnak a dolgozói, illetve azok az önkéntesek, akik itt a városból járnak, hát egy heroikus munkát végeznek, és ez a minimum, hogy megköszönjük nekik ezt a tevékenységet. És hát mivel ingyenes a rendezvény, ugye itt már nagyon nem is kell mondani, hogy a belépő egy kutyakaja, vagy egyéb olyan tárgyi eszköz, ami az állatok megsegítésére szolgálja, vagy akár pénzadomány. Tavaly éven is nagyon szép adomány gyűlt össze, és én úgy gondolom, hogy remélem, hogy már most kutya meleg van szó szerint, de most változtattunk itt a színpad helyzetén, hogy minél többen tudjanak jönni. A mai napon három zenekar lesz, három élő koncert, mégpedig a 37-es zenekar, a Smaltrak és a Zserbó zenekar ajánlották fel, hogy ingyen zenélnek a kutyusokért. Szilágyi Lászlóné szerint a felelősségteljes örökbefogadás lenne az egyik megoldás arra, hogy újabb állatokat is be tudjanak fogadni. Sajnos az a probléma, hogy nem visznek tőlünk kutyákat, mert már most már idősek a kutyáink, és nem kellenek a gazdajelöltöknek, és sajnos egyre több a kidobott kiskutya. Mi ivartalanítást vállalunk. Ha valaki jelentkezik, hogy szeretné a kutyáját ivartalanítatni, ingyen elviheti a Görömbei doktorhoz, és ne a szaporulatot dobálja ki, hanem szüntessük már meg. Rengeteg kutya van, és ezt szeretnénk, hogyha egy kicsit csökkenne a kutyák száma, kellene a utánpótlás fiatalabbak, de egyelőre senki nem jelentkezik, az a baj, hogy ugye ingyen nem jönnek, és ezt fiatalok vannak hétvégén, akik önkénteskednek, de hétköznap nem várhatjuk el egy fiataltól, hogy jöjjön, mert munkában van. A menhelyen nyugdíjasok segítségét is örömmel veszik, tette hozzá Szilágyi Lászlóné. A fellépő zenekarok ezen az éven is természetesnek vették, hogy azzal segítenek egy ilyen cél érdekében, amivel tudnak, azaz a zenéjükkel. Ezt szerintem minden felelős ember így gondolná, nem csak a zenekar, hanem természetesen magánszemélyek is, de a zenekar is bármikor, szinte évente eljön erre az eseményre. Hát fontos, persze, hogy fontos. Aki állatokat szereti, rossz ember nem lehet, azt szokták mondani. A szervezők és a kutyusok nagy örömére az esemény eredményes volt.